Most egy olyan kártevről szólnék, ami nem jellegzetesen csak a szilvához kapcsolódik. Itt a sarhajtásain találtam meg először a kertben az amerikai lepkekabócának a lárva telepeit. Több mint 300 fárszáru növényről írták le a kertész kollégák, és nagyon sok lágyszárún is megtalálható, gyomokon, dísznövényeken, vagy akár a kerti zöldségeinken is. Nagyon nehéz ellenfélnek számít, az óriási tápnövényköre miatt biztosan számíthatunk egy eredményes permetezés után is a visszaköltözésére. Nagyon lassan kel ki a téli tojásaiból, egy-két hónapig is eltart a lárváknak a megjelenése, ami azt jelenti, hogy egyetlen jól időzített védekezéssel nem lehet elpusztítani a kertünkben lévő társaságot. Tehát folyamatosan számítani kell a megjelenésére, részben az elhúzódó lárvakelés, részben a folyamatos visszaköltözés miatt. Tulajdonképpen olyan óriási kárt nem csinál a kertünkben magával a szívogatásával. Még az sem tisztázódott, hogy terjeszte vírusokat, vagy pedig fitoplazmát, ettől nagyon tartottunk, hiszen egy mindenhol jelenlévő kártevő, ha veszélyes vektorként, azaz vírus, fitoplazma terjesztőként működik, akkor abból bizony óriási bajunk lehetne országos szinten. Főleg a szőlősök tartottak ettől, tehát ez még nem igazolódott be. Hajtások kétségkívül gyengébben fejlődhetnek a szívogatása nyomán, torzulhatnak is, ez főleg az erdészek írják le. A gyümölcsösökben, zöldségesekben és a közterületen viszont a bőségesen elegetett váladékával, a mézharmattal, vagy ahogy Erdélyben mondják, a mézes harmattal okozhat nagy gondot. Ez fényesen csillog, bevon mindent, szénhidrátba, cukrokba nagyon gazdag ez a váladék. Érdekességként megemlítem, hogy a méhek is gyűjtik. Én ettem olasz metkalfa mézet. Tápanyagban, ásványanyagban igen gazdag, hasonlóan a mi erdei mézünkhöz, hiszen a fának nagyon értékes ásványi anyagban gazdag nedvét tartalmaz ez a váladék, a mézharmat, de hát ez nem feletteti azt a kártételét, azt a problémát, amit tehát ezzel a csöpögő mézharmattal, majd az azon megtelepedő korompenész gombával okoz. Nyilván biztosan láttak már olyan termést, például körtét, aminek fekete bevonat volt a gyümölcs héján, nem nagyon lehet lemosni erről, úgyhogy piacra se lehet vinni, de az otthoni fogyasztást is kellemetlenné teszi. Egy nemzedike van, tojás alakban tele lát, ebből kelnek ki a lárvák, tehát a téli lemosó permetezéssel is kezdhetjük a védekezést, valamelyik olajos készítménnyel. Nem minden fának a kérgét tartja alkalmasnak áttelelésre. A puha kérgőeket és a mélyen kéregrepetezettségűeket kedveli, ezeknek a mélyére tolja be az egyébként puha falu tojását. Hogy milyen szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat is kibír, azt jól mutatja az idei tél. Végképp eloszlott az a feltételezésem, hogy a levéltetveknek, és most már a lepkekabócákat is ide sorolom, ezeknek ártana a nagy hideg, ők is jó erőbe átvészelték, és már június végén, ahogy a fotón is látják, egyszerre tudtam fotózni a fiatal lárvát és a kifejlett szárnyas imágót is. Ez pont az elhúzódó lárva kelését bizonyítja. Jól ismerjük a fehér színű viaszszálakkal bevont telepeit is. A lárvák folyamatosan fejlesztik a testükön ezeket a fehér viaszszálakat. Ezek különösképpen megnehezítik a védekezést, majdnem úgy működnek, mint a pajzstetvek. Ott a háztetőn a fejük felett lévő viasz pajzson kéne átjutni a permetlének, itt meg bizony a viasz szálakat kell áttörni valamivel. Ez például lehet egy olajos adalék, mindig javaslom, hogy tegyék bele a permetlébe. És aztán itt vannak a különböző készítmények, jól bevált a fiatal lárvák ellen. Csak ott lehet megfogni az állat elszaporodását, például a dimilin, később jöhet akár egy olajos adalékkal, tehát a valamelyik piretroid, decis, karate, Kaizo Garden, és így tovább, és
valamelyik felszívódó készítmény, ami a harmadik kategóriások között tulajdonképpen csak a mospilán, vagy pedig annak a névváltozata a gazelle. Mechanikailag is tisztogathatjuk, kertben egy-egy növénynél, fánál, cserepes dísznövénynél ez elvégezhető, ahogy meglátjuk a jól észrevehető fehér lárva telepeit, már is dörzsölhetjük le róla, ezzel is megakadályozzuk az elterjedését és a felszaporodását. Sajnos meg kell értenünk, főleg a közterületi növények esetében, hogy nagyon nehéz ellene védekezni, tehát folyamatosan kell ki, és biztosan visszaköltözik. Valahogy el kellene viselnünk. Ami zöld, az valaminek a tápláléka is. Ebben az esetben a hazánkban 2004-ben megtalált lepke kabócáról van szó.